Tisztelettel köszöntöm a képviselőket, alpolgármester urat, aljegyző asszonyt, külsős bizottsági tagokat, intézményvezetőket, csoportvezetőket, német nemzetiségi önkormányzat megjelent tagjait, vezetőit és a televízió képernyők előtt ülő kedves vésztői lakosokat. Megállapítom, hogy a 9 képviselőtestületi tagból 7 jelen vagyunk, Tancs Gábor munkahelyi elfoglaltsága miatt, Gyulai András pedig betegség miatt nem tud részt venni a mai ülésen, de az ülésünk hétfővel is határozatképes. Először is szeretném ismertetni a ülésnek a napirendi pontjait. Mai napon csak nyílt ülésünk lesz, nyílt napirendi pontok. Első napirendi pontunk Vésztőváros önkormányzat képviselőtestületének a helyi köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 17/2016-os önkormányzati rendeletének módosítása. Második napirendi pontunk pályázat kiírása a Vésztői Város Üzemeltetési Iroda intézményvezetői állásainak betöltésére. Harmadik Vésztőváros önkormányzatának 2025 évi belső ellenőrzési terve. Negyedik Vésztőváros német nemzetiségi önkormányzatával és a Vésztői Roma nemzetiségi önkormányzattal megkötött közigazgatási szerződéseknek a felülvizsgálata. Ötödik a polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról, lefolytatott tárgyalásról, megbeszélésről. A hatodik pedig kérdések és interpellációk. Kérem a tisztelt képviselőket, amennyiben egyetértenek a napirendi pontok tárgyalásával, nyomják meg az igen gombot. Jó. 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadtuk, köszönöm szépen. És akkor első napi rendi pontunk a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 17/2016-os önkormányzati rendeletünknek a módosítása. Szeretném ismertetni röviden a napirendi pontnak a tartalmát. Ezt mindannyian tudjuk, hogy 2024 májusában lezárult egy líderes pályázatunknak a fizikai megvalósítása. Ebben a temetőben került kialakításra az úgynevezett kolera temetőben egy új parcella résznek az infrastruktúrális részei, és ebben a részben lett urnafal felállítva. Az urnafalakra vonatkozóan jelentkezett most már ugye az igény, hogy szeretnék úgymond sajnálatos módon használatba venni, és erre vonatkozóan a rendeletünk nem tartalmazott díjtételt. Ezzel kapcsolatosan az urnafalba történő elhelyezésnél a díjtétel mellett a rendelet tervezetünk tartalmazza azt, hogy a virágot az üzemeltető 2 hónap elteltével eltávolíthatja, tekintettel arra, hogyha vidékiek nem járnak oly sűrűn a temetőben, akkor ne legyen ott a közízlést sértő módon száradt virágok, illetve az egységesség érdekében fekete gránit tábla fehér írással lenne elhelyezhető, és így lenne biztosított akkor az urnafalnak az úgymond esztétikája. 2018-ban volt a rendeletünkben a díjtételváltozás legutóbb módosítva, átnéztük a környező településeknek a díjtételeit. Azokban a díjtételekben, amelyekben magasabbak voltunk, vagy hasonló nagyságrendet képviseltek az összegek, ott módosítással nem éltünk a rendelettervezet előterjesztése kapcsán. Itt az egyes és a kettes sírhelyek vonatkozásában tartalmaz az anyag előterjesztést, de ez is tulajdonképpen a település nagyságunkhoz hasonló településekével azonos. Ezt ugye már a temetkezés részéről, a temetkezési szolgáltató részéről is többször élt jelzéssel, szintén az egyéb településeknél, illetve mi is tudjuk, hogy ugye a temetőnek a fenntartásával kapcsolatos díjak olyan mértékben emelkedtek, hogy ebben a költségnemben is szükséges emelni. És akkor én röviden ennyiben szerettem volna ismertetni. Városfejlesztési Bizottság tárgyalt és módosító javaslattal él is, úgyhogy akkor Szabó Sándornak adom át a szót. Köszönöm szépen a szót. A Városfejlesztési Bizottság az október 29-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot.
a díjtételemelésekkel olyan szempontból egyetértünk, hogy 6 év az egy hosszú idő, az alatt az infláció azért elég nagy mértékben változott minden területén az életnek, úgy gondoljuk, hogy nem egy magas összeg lett megállapítva. A negyedik sorba a található 2-es urnasírnál a javaslatot mi más összegben javasolnánk, 85 ezer forint díjtételt állapítana meg a bizottság. Gondoljuk, ez reálisabb a többi díjhoz viszonyítva. Köszönöm szépen. Nettó 80 ezer forint, azt szeretném elmondani. Jó, tehát ez csak nyilván a... 80 plusz áfa, igen. Így van, 80 ezer plusz áfa. Ja, 85, bocsánat, jó. Csak nem rendesen írtam át, igazad van, 85-re jött ki arányosan. Jó. Jó, képviselőtestületi tagok részéről kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Nincs. Akkor szeretném kérni, hogy aki elfogadja a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 17/2016-os önkormányzati rendeletünk módosítását az előterjesztésnek megfelelően azzal a változtatással, hogy az egyes számú melléklet 4-es sorában a 2-es urnafülkének az ára 85 ezer plusz áfa összegre módosul, azt kérem nyomja meg az igen gombot, aki nem ért egyet a nemet, vagy tartózkodjon. Hét egyhangú igen szavazattal elfogadtuk, köszönöm szépen. Azt ugye bizottságülésen is beszéltük, hogy temetővel kapcsolatosan még a szolgáltatást végzővel kapcsolatban merültek föl kérdések, illetve még itt az új parcellahelyeknek a kialakításával kapcsolatosan. Ezeket még majd a későbbi üléseken majd fogjuk tárgyalni, illetve amikor napirendre kerül, ott április környékén, ha jól emlékszem, a temetőben szolgáltatást végzőnek a beszámolója, akkor újra fogjuk azokat a felmerült kérdéseket tárgyalni. Jó, második napi rendi pontunk, pályázat kiírása a Vésztői Városüzemeltetési Iroda intézményvezetői állás helyének a betöltésére. Nagyon hamar eltelt 5 év, 2024. december 31-ével lejár Gyulai Andrásnak a vezetői kinevezése a Vésztői Városüzemeltetési irodánál, így szükséges az álláshely betöltésére vonatkozó pályázatnak a lefolytatása, jogszabályi követelményeknek megfelelően a jegyzőasszony előkészítette, egyszer szükséges elfogadni a képviselőtestületnek a pályázati kiírást, illetve második határozati javaslatban pedig a érvényes pályázóknak a meghallgatására és a véleményezésére egy háromtagú bizottságot szükséges létrehozni. Itt az előterjesztésben Szabó Sándor, mint a Városfejlesztési Bizottságnak a vezetője, jogi részről Balogh Csilla ajegyzőasszony, illetve Kis Bettina műszaki csoport vezetője lenne a háromtagú bizottságnak a tagja. A Városfejlesztési Bizottság szintén tárgyalta, úgyhogy Szabó Sándornak adom át a szót. Igen, a tegnapi ülésen ezt a napirendi pont is átbeszéltük. Úgy gondoljuk, hogy a törvényi előírásnak teljesen megfelel a pályázati kiírás. Nagyon időben vagyunk, hiszen így folyamatossá válhat a munkavégzés, nem lesznek kieső időpontok. A bizottságnak a tagjai kettő jelen volt a ülésen, hogy vállalták a megbízatást, gondolom a harmadik személy, és ezért azt is elfogadhatónak találjuk. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény van ezzel kapcsolatban? Jó, akkor ismertetném először az egyes számú határozati javaslatot. Vésztőváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A képviselőtestület úgy dönt, hogy a Vésztői Város Üzemeltetési Iroda intézményvezetői álláshelyének betöltése érdekében pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal. Testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről. Kérem, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, nyomja meg az igen gombot. Aki nem ért egyet, az a nemet, és aki tartózkodni akar, természetesen a tartózkodást. Hét egyhangú igen szavazattal elfogadtuk, köszönöm szépen. Második határozati javaslatunk,
Mészővárosi Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A képviselőtestület úgy dönt, hogy a Vésztői Városüzemeltetési Iroda intézmény vezetőjének vezetői megbízatása érdekében kiírt pályázati felhívás alapján érvényesen pályázók meghallgatása és a pályázatok véleményezése céljából háromtagú bizottságot hoz létre, Szabó Sándor, Balogh Csilla és Kis Bettina részvételével. A bizottsági tagok díjazásra, költségtérítésre nem jogosultak. Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a szükségessé váló intézkedéseket megtegye, valamint gondoskodjon a pályázati eljárás jogszerű lebonyolításáról. Aki ezen határozati javaslattal egyetért, az kérem nyomja meg az igen gombot. Hét egyhangú szavazattal elfogadtuk, köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk, Vésztőváros Önkormányzatának 2025 évi belső ellenőrzési terve. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény szabályozza a költségvetési szervek belső pénzügyi ellenőrzésének a működtetési kötelezettségét. Ennek a törvénynek a 119. paragrafusának a harmadik bekezdése szerint a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésre álló forrásait, a szabályszerű, gazdaságos és hatékony eredmények a felhasználását. A belső ellenőrzésről ugyanúgy az államháztartási törvény is rendelkezik. Ennek megfelelően belső ellenőrzés keretében azt még szeretném elmondani, hogy ugye a belső ellenőrzés az teljesen független, tehát a hivatali apparátustól az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezheti. Tehát, amint mondtam, ugye a függetlensége az teljesen biztosított, és ugye a határozati javaslat szerint a belső ellenőrzési tervben a javaslatunk az a sarkalatos pont, amelyet az állami számvevőszék, illetve a Magyar Államkincstár is mindig nagy súllyal ellenőrzési szempontként vesz figyelembe. Ez pedig ugye az intézményeinknél úgy, mint a Vésztői Négyszínvirág óvoda és bölcsőde, Vésztő Mágor történelmi emlékhely, Sinka István művelődési központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár, illetve a Városüzemeltetési Iroda gazdálkodásának belső kontrollrendszer kialakítása és működtetésének az ellenőrzése. Ez lenne az intézményeknél, a hivatalnál pedig itt nagyon sokszor volt már fókuszban ez az ellenőrzési pont, ezért itt ugye a civil szervezeteknek adott önkormányzati támogatás felhasználásának az ellenőrzése lenne a javaslat, mint ugye a közpénzekkel való jogszerű felhasználásnak az ellenőrzése. Ez a terület már nagyon régen volt ellenőrzés alá vonva a hivatal részéről, ezért ez a javaslatunk. Jó, ez az ellenőrzés 2025. június és augusztusban valósulna meg. Nyilván a szabályszerűség és pénzügyi ellenőrzés a típus 2024 évre vonatkozóan egy ellenőr 20 ellenőrzési nappal lenne a ráfordítandó kapacitás. Bizottság szintén tárgyalta tegnapi napon Szabó Sándorral. A bizottság tárgyalta a napirendi pontot, a kijelölt szempontrendszert elfogadatlanak találjuk, úgyhogy javasoljuk elfogadásra. Köszönöm szépen. Testületi tagok részéről kérdés, vélemény. Jó, akkor szavazzunk. Vésztőváros Önkormányzatának képviselőtestülete Vésztőváros Önkormányzat 2025 évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletőt képező formában elfogadja, ez pedig az a terv, amit felsoroltam, tehát minden intézménynél belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének ellenőrzése, illetve az önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzése, ezt nem olvasom fel szó szerint úgy, ahogy a kiküldött anyag tartalmazza. Kérem, aki egyetért a belső ellenőrzési terv 2025 évi előterjesztésével, az nyomja meg az igen gombot, aki nem ért egyet, az a nemet, vagy tartózkodjon. Hét egyhangú igen szavazattal elfogadtuk, köszönöm szépen. Negyedik napirendi pontunk, Vésztőváros
német nemzetiségi önkormányzatával és a vésztői roma nemzetiségi önkormányzattal megkötött közigazgatási szerződéseknek a felülvizsgálata, a nemzetiségek jogairól szóló 2011 évi 179-es törvény 80. paragrafusában foglaltak alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok székhelye szerinti helyi önkormányzat biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személy és tárgyi feltételeit. Ugye a hivatal az önkormányzat szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív feladatok végrehajtásáról. Ezzel kapcsolatosan van ugye a közigazgatási szerződés kettő formátumban, az egyik ugye a Vésztőváros német nemzetiségi önkormányzatával, a másik pedig a vésztői roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő közigazgatási szerződések vonatkozásában. Annyit még ugye szeretnék elmondani, hogy ugye a kötelező feladatokhoz történő helybiztosítás, az ugye itt a hivatalban történik, a hetes terem van ugye kijelölve erre a feladatra, ez természetesen rugalmasan változtatható, hogyha az élet úgy kívánja, de ez az adott és ez a fix. Korábbi időszakban ugye a német nemzetiségi önkormányzatnak a könyvtár fölötti irodában volt egy irodahelysége, de szerintem a gazdasági válság óta legalábbis télen biztos nem használtátok, mert fűtés nem volt. Most ugye az előterjesztett anyagnak megfelelően, amennyiben egyéb feladatok ellátásához szükséges helység, akkor a Sinka István Művelődési Központtal előzetes egyeztetés során irodát tudunk ugye biztosítani, nem kizárólagos használatra, de abban az időben természetesen a kizárólagosság biztosított. A roma nemzetiségi önkormányzatnál pedig ugye hosszú-hosszú éveken keresztül a Békési utca 52 szám alatti ingatlan szolgálta, illetve került az önkormányzat részéről átadásra, amelyet most már nem tudunk biztosítani, tekintettel arra, hogy ugye a TOP 431-es projektünk megvalósult, amelyben ugye a Roma Nemzetiség Önkormányzat konzorciumi partnerként vett részt, és ugye ennek az épületnek most már a funkciója és a fenntartási időszakot be is kell ugye tartani, és ezt a célt tartanunk kell a fenntartási időszakban végig, tehát ennek az épületnek a célja közösségi funkció, tehát nem lehet kizárólagosan a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére átnyújtani, hanem tulajdonképpen az integrációt, a felzárkóztatást segíti annak a település résznek minden lakójának. Ettől függetlenül ugye igényként merült fel, szóban jelezték, hogy ők továbbra is szeretnének irodát működtetni. A közigazgatási szerződés jelen előterjesztésben azt tartalmazza, hogy ugye a Békési út 52 alatt hivatali időben, tehát 8 órától 16 óráig egy irodahelység használata biztosított számukra, amelyhez ugye ők kapnak kulcsot, emellett természetesen ugye a mosdónak a használata, de magának az épületnek a felügyelete az tulajdonképpen az önkormányzatnál marad. Rendezvények vonatkozásában pedig előzetes egyeztetések alapján természetesen ugye közösségi ház, tehát közösségi funkció, közösségi programokra minden esetben az épületet biztosítani fogjuk. Jó, én röviden ennyit szerettem volna, de megkérdezem még Balogh Csilla jegyzőasszonyt, hogy kívánja kiegészíteni. Köszönöm szépen. Jó, tehát a jogszabály által előírtakat maradéktalanul teljesítjük a szerződés vonatkozásában az önkormányzat részéről, tehát gyakorlatilag a jogszabályban lefektetettekhez képest pluszt is vállal az önkormányzat. Jó, Lázár Attilánét is megkérdezem, hogy előzetesen foglalkoztatok-e már vele, vagy később tárgyaljátok? Már beszélgettünk erről, hiszen a helyre nagyon nagy szükségünk van. De azt gondolom, hogy ez nekünk teljesen megfelel, ami az előterjesztésben elhangzott, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget és az együttműködést. Köszönöm szépen. Jó, Roma Nemzetiség Önkormányzat részéről Mohácsi Attila jelezte, hogy ő nem tud részt venni ezen az ülésen. Majd látjuk, hogy elfogadják-e vagy sem, tehát hogy a szerződés aláírásra kerül-e vagy sem. Akkor kérem a tisztelt képviselőket, hogy
véleményüket, hozzászólásukat mondják el. Dr. Mikel László. Én nagyban szeretnék tájékoztatást kérni. Szerencsés helyzetben vagyunk, ugye a német kisebbségi önkormányzat elnöke itt van, hogy nem lehetne egy közös helyiséget használatba venni a másik nemzetiségi önkormányzattal. Mi ennek az oka, módja? Erre szeretnék tájékoztatást kapni. Köszönöm szépen. Akkor Lázár Attiláné. Most bocsánat, az a kérdés, hogy melyik ingatlan vonatkozása, vagy a Békési 52-ben mennének a németek, vagy a művelődési központban jönnének a románok? A két önkormányzat közösen nem tud-e egy adott, az önkormányzat által biztosított helyiséget használni? Nem működőképes, hiszen más a profilunk, mást képviselünk mi, más a mi célunk és a mi tevékenységünk, mint a másik nemzetiségi önkormányzaté. És így nehéz lenne együttműködnünk, hiszen más a profilunk. Történt egyeztetés? Ez ügyben a mostani vezetőség még nem ült össze, és nem beszéltünk még konkrétan a másik nemzetiségi önkormányzattal. Nem történt a két önkormányzat között? Jó kapcsolatban vagyunk, és bármikor nyitottak vagyunk egy megbeszélésre, de mondom, nem tudom elképzelni, hogy mi közös helyiségben legyünk, mert... Akkor még eddig nem történt egyeztetés. Eddig még ez ügyben nem beszéltük, ők sem kerestek minket ez ügyben, és mi is ugye más célok miatt a saját irodát szeretnénk megtartani. Köszönöm szépen. Köszönöm. További kérdés, vélemény van-e? Nincs. Meg hiányzón nem látok. Akkor szavazhatunk, ugye? Jó, akkor határozati javaslat. Visszőváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Visszőváros önkormányzat képviselőtestülete a Visszőváros német nemzetiségi önkormányzatával, valamint a Vissző roma nemzetiségi önkormányzattal megkötött közigazgatási szerződéseket felülvizsgálta. Visszőváros önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy Visszőváros német nemzetiségi önkormányzatával a jelen határozat egyes számú melléklete szerinti közigazgatási szerződést köti meg. Visszőváros önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Visszői roma nemzetiségi önkormányzattal a jelen határozat kettes számú melléklete szerinti közigazgatási szerződést köti meg. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a közigazgatási szerződések aláírására. Jó, akkor kérem, aki ezen határozati javaslattal egyetért, az nyomja meg az igen gombot, aki nem ért egyet, az a nemet, vagy tartózkodjon. Hat igen, nulla nem és egy tartózkodással akkor elfogadta a képviselőtestület a közigazgatási szerződés tervezetét. Jó, az írásban kiküldött anyagoknak a végére is értünk. Következő napirendi pontunk a polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszakról. Ahogy el szoktam mondani ismét, nagyon hamar eltelt egy hónap. Szeptember 30-án zárta ugye az előző képviselőtestület az ülését. Itt ugye készültünk az alakuló ülésre, melynek időpontja ugye október 14-e volt. A két időpont között volt egy magyar államkincstáros ellenőrzés a hivatalban. Október 2-án, október 1-én kezdődött, október 2-án az idősek világnapját ünnepeltük. Én magam a Borostyánkő idősek otthonában is részt vettem, illetve este a városi rendezvény keretében a Sinka István művelődési központban tartottunk egy rendezvényt. Október 3-án a születésparkban voltunk bejáráson a felültetéssel kapcsolatban, az arborétumban jelöltük ki a fáknak a helyét a kollégákkal. Október 4-én tartottunk egy projektelőkészítő megbeszélést, amely egy hosszabb időtartamú pályázat lenne, de nagy előkészítési munkát igényel. Ez egy ökológiai vízmegtartó hatást kiváltó projekt lenne. Ezzel kapcsolatban volt egy hosszú szakmai megbeszélésünk az érintett szakemberekkel. Október 5-én a 14. Népzenei Fesztivál került megrendezésre a Sinka István Művelődési Központban, illetve a civil szervezeteknél a Vésztői Vadásztársaság tartott egy vadászebédet, melyben képviseltem az önkormányzatot.
október 6-án természetesen az aradi vértanúkról megemlékeztünk. Következő héten 4 nap szabadságot vettem ki. Ugye a szabadságolási tervben megfelelően ugye a polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet a kivett szabadságról, úgyhogy itt mindig ennek keretében fogok számot adni, amikor a két ülés között eltelt időszakról számolok be, a kivett szabadságaimról is. Október 12-én a vasutasok szerveztek bálat, itt szintén az önkormányzat részéről biztosítottam a képviselőtestületet. Vagy az önkormányzatot. Ahogy ugye az előbb is mondtam, október 14-én, és ezt mindenki tudja, ekkor volt ugye az alakulülésünk, másnap már ugye a szociális bizottság ülést tartottunk, október 16-án pedig a Navracsics miniszter úr meghívására a kormányhivatalban vettem részt a versenyképes járások programmal kapcsolatos ismertető tájékoztatóra. Október 17-én megnyitottuk a Penit, ami ugye egy kardinális esemény volt az életünkben. Október 18-án pedig ugye már az újonnan megválasztott képviselőtestülettel egy rendkívülülést is tartottunk, ahol a prórbe kitüntetésről döntött a képviselőtestület, melyet az október 23-e ünnepségen át is adtunk dr. Sánta Endre és Kocsis Ádám részére. Október 19-én nyugdíjas baráti találkozón vettem részt meghívottként. Október 22-én megalakult a kistérségi ülés újra ugyanazokkal a tagokkal, délután pedig az 50 éves Körösparti óvodának a rendezvényén képviseltem az önkormányzatot. Október 23-án ugye az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából megrendezésre kerülő rendezvényen vettem részt, illetve ahogy mondtam, a próbe kitüntetések átadására is itt került sor. Október 24-én a jegyzőasszonnyal, illetve Csősz Ferenccel folytattunk tárgyalásokat a testületi ülés előkészítésére, illetve a Sinka István Művelődési Központ rendezvényeivel kapcsolatosan. Október 25-én Mágoron költő Nagy Imre szobrát avattuk, illetve este a Sérült Gyermekekért Egyesület jótékonysági rendezvényén vettem részt, igaz, hogy itt csak egy rövid ideig. Október 26-án pedig én magam is kilátogattam, igaz, hogy csak vendégként a Borzongások éjszakájára. Ez a hét pedig már ugye a keddi napon délelőtt Városfejlesztési Bizottsági, délután pedig Szociális Bizottsági ülésen vettem részt. Ezek voltak a hónap sarkalatos eseményei és programjai. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, tájékoztató? Jó, és akkor következő napirendi pontunk, ez pedig a kérdések és interpellációk. Kuti István részéről érkezett egy kérdés. Ismerteted, vagy mondjam? Persze, hát a felvezetést, ugye? Igazából viszont a Fok utcát érintően lenne egy kérdésem a polgármester asszony tájékoztatásával egybefüggően, hogy többszöri panasz és észrevétel, hogy erős csapadék esetén megáll a víz, nem tudnak eljárni a lakók, hogy mikor lesz erre orvoslás, esetleg köves úttal kapcsolatban még további kérdés. Jó. Nyilván az új képviselőtestület még nem találkozott csak részben és nem testületülés keretében a folyamatban lévő projektekkel. Ezekről azt gondolom, hogy folyamatosan fogok beszámolni, tehát minden testületülésen egyet-kettőt, mert nyilván egybe elég nagy tömegű. Most... A Fok utcával kapcsolatosan ugye azt tudni kell, hogy az RRF-es pályázat keretében ott ugye megépült a mini bölcsöde. A használatba vételi engedélye folyamatban van, a projekt az már ugye lezárult, tehát a műszaki
dolgok azok teljes mértékig rendben vannak, jelenleg az eszközbeszerzés van folyamatban. Addig ugye, ameddig ez el nem készült, ami ugye nyáron, azt hiszem július 31-e volt a projekt fizikai megvalósításának, az építésre vonatkozó részének a lezárása, addig nem volt értelme ugye az útnak az építésével foglalkozni, mert ugye építési terület volt maga az utca is, illetve az amelletti rész. Telt az idő, és ugye a top pluszos pályázatok tervezési munkái is beértek. A top pluszos pályázatok keretébe a 3-1-2-es program az már ugye zajlik. Itt ugye ez a kertmegi résznek az integrálása, itt már ugye a humán rész az folyik, tehát a mentorálások, a programoknak a megvalósítása, ez már ugye folyamatban van, és ehhez kapcsolódóan ugye van egy mellette lévő projekt is, amelyben a kettő ingatlan építésére kerülne a sor, illetve pontosan egy építésre a Rövid utcán, illetve egy felújításra a Sinka utcában, amelyből ugye szociális bérlakások lesznek. Ezeknek a tervei már kész vannak, illetve emellett a Fok utcában kerülne ugye Köves út kiépítésre. Ahogy mondtam, ugye a Köves út építéssel nyilván vártunk az ugye az a mini bölcsődének a megépítésére, és ahhoz ugye, hogy végérvényesen egy jó utat csináljunk, lehetőségünk nyílt arra, hogy az alföldvízzel a gördülőfejlesztési tervbe sikerült kérnünk és meg fog valósulni a Fok utcában az ivóvíz vezetékeknek is a cseréje. Útépítési engedéllyel már ugye ez az út rendelkezik, vízjogi létesítési engedélye szintén megvan, tehát gyakorlatilag, hogyha az alföldvíz egy fél éven belül elvégzi az ivóvíz vezetéknek a rekonstrukcióját, akkor jövő nyárra le lehet aszfaltozni ezt az utat, és akkor teljes mértékben itt megvalósul egy olyan út, olyan utca, amit remélhetőleg nem kell felvágni, nem kell benne problémákat kezelni hosszú távon. Elmondtuk ugye nyilván a lakóknak, hogy addig ugye a türelmüket kérjük. Hát ez ugye minden esetben így van, hogy ahol építkezés van, ott türelmesnek kell lenni, de hosszú távon meg fog oldódni ennek az útnak a része. Én beszéltem Andrással, hogy ott ugye az építési terület után, bár a kivitelező ígérte, hogy helyreállítja úgy az utat, ahogy volt, de ott a járdákat meg fogják igazítani, és úgy, hogy azért télen használható legyen ez az utca, a Városüzemeltetési Iroda ezeket az apróbb munkákat el fogja végezni, hogy azért élhető legyen az utca a következő télen is, és mondom, végérvényesen pedig jövő nyárra várható, hogy aszfalt kerül ebbe az utcába. Jó, köszönöm szépen. Nem, köszönöm. Jó, és akkor Lázár Attila részéről érkezett még kérdés. Lakossági kérdéseket is teszek fel. Az első kérdésem, a Művelődési Központ mögötti játszótér átadása óta több szülő is azzal a problémával keresett meg, hogy a játékelemeket idősebb gyerekek, fiatalok is használják. Vagy elfoglalják a kisebbek elől, vagy nem rendeltetésszerűen megfelelően használják. Ha erre a szülők figyelmezik őket, a válasz arrogáns. Emellett nagy szükség lenne a kerítésre, illetve a kamera elhelyezésére is. Hajnalban verik itt a található padokat, a lakosoknak kell kimenni, figyelmeztetni a gyermekeket. Már csak azért is, mert nemrégébb adtuk át, közel 20 millió forintért ezt a játékelemeket, 18-19 millió valamennyi volt összességében, és ha így, hogy mondjam, így fogjuk megvédeni a játékelemeket, akkor nem sokáig fogják bírni. Ezzel természetesen egyetértek, csak nyilván a megoldása nehéz. Akkor, amikor ugye a játszótér új volt, hosszú ideig a polgárőröket kértük meg, hogy esténként legyenek ott, és próbálják úgymond nevelni a fiatalokat arra, vagy elküldeni őket, hogy a játszótér nem számukra készült. Ki van egyébként téve a tábla, hogy hány éves korig, milyen súlyig használható. A legnagyobb probléma az, hogy
a szülő nem neveli meg a gyereket, hogy nem ez a módja. Erre pedig az önkormányzatnak azt gondolom, hogy nincs kapacitása, hogy odálljon. Kerítésre vonatkozóan természetesen azt mondtuk, akkor is kell is biztonsági okokból a kerítés. Ide most ugye az ajánlatoknak a bekérése már folyamatban van. Most nyilván ugye az a kérdés, ezen továbbra is dilemáztunk, hogy meghagyjuk a játszótérnek az esztétikáját, és csak a gyerek védelmére egy 150-es szabványméretű kerítést csinálunk, amit egyébként azt gondolom, hogy a fiatalok akarnak, ugyanúgy bejutnak. Az pedig, hogy most elrontsuk ezt a játszóteret egy, mint egy börtönkerítéssel, hogy ne tudjanak bejutni és zárni, ez nagy dilema számomra. Úgyhogy mindkét alternatívára kértük be most az ajánlatokat, illetve négyre. Az egyik, hogy itt a Piactér utcánál lévő Köves út mellett határoljuk el, és ne teljesen körbekerítsük ugye a játszóteret, és 1,50-es magasságra, illetve teljes magasságra. Most nyilván itt majd ugye a képviselőtestület fog majd róla dönteni következő ülésre, majd behozzuk ezeket az ajánlatokat és ezeket a számításokat. Nem tudom, nyilván az lenne az észszerű és a jó, hogyha valóban ezt felérnék ezek a fiatalok ésszel, hogy nem erre van a játszótér. Kamera egyébként van, a fákat pontosan ezért föl is nyakaszták, hogy a kamerák használhatók legyenek. Nem tudom. Nem tökéletes a kamerák, úgyhogy ezek már én vissza is hallottam, hogy... Hát a kameracseré is persze időszerű lenne, a végézzóna mindig... Igen, a legjobb védelem a kamerák, mert itt akármilyen kárt okoznak, akkor ezzel vissza tudjuk nézni, meg tudjuk állapítani, kik voltak, és akkor meg tudjuk büntetni az ilyen szülőket, akik így engedik, hogy... Soha nem fogja a szülőt a rendőrség megbüntetni, és egy 14 éves gyereket se fog megbüntetni szerintem a rendőrség, én azt gondolom. Meg ha már egyszer tönkre teszi, az... Na mindegy, tehát nekem efelől vannak kétségeim egyébként, hogy... Jó, hogy a kamerát tartom megfelelőnek, vagy pedig nyilvánvaló, hogy azért időszakonként, hogyha ilyen történik, akkor jelezni kell egyből a rendőrségnek, ha lakosok látnak ilyet, vagy hallanak. Ezt attól függetlenül csak arra azért hoztam fel, mert tény és való, hogy... Nagyon sok szülő viszi a gyermekét ide, örülnek neki, hogy van egy olyan útorát szép játszóterünk. Én csak azt akartam mondani, hogy az állam megóvás véget, mert azért nem volt kevés, és ezt a Vésztő önkormányzat a saját pénzéből fizette ki. Ezzel maximálisan egyetértek, csak a problémának a megoldására lenne jó egy javaslat. Mondom, tehát kamerák jelen pillanatban vannak. Az, hogy most a kamerának milyen a minősége, az nyilván vitatható. Egyébként a kamerának a cseréje pedig testületi döntés, hogy honnan kerít elő több millió forintot, hogy lecserélje a kamerákat, vagy több kamerát biztosítson ennek a számára. Hát a két kamera az nem hiszem, hogy több millió forintba kerülne. Magát a kép megjelenítést azt nem kerülne olyan sokba szerintem, mert ha már fel van téve maga a kamera, akkor annak már nem kell külön rendszert kiépíteni. Szabó Sándor. Ja, bocsánat, erre akarsz reagálni? Jó. A kerítésre kapcsolatban van megjegyzésem. Tehát ha körbezárjuk, akkor egy zárt teretet hozunk létre, akkor azt valakinek nyitni zárni kell. Annak meg már nem sok értelmét látom, mert akkor egy valakinek ott kéne mindig ülni. Ha összekötjük a műfáz nyitvatartással, akkor bekorlátozzuk a használatát. Ha nyitott hagyunk rajta egy kaput, ami nyitható, akkor felesleges az egész, mert akkor is be tud menni. A 150 cent az meg dísz, tehát az díszkerítés, az meg én átlépem, vagy átugrom, pedig már nem vagyok fiatal. Hát még egy 10 éves, aki be akar jutni. Az, hogy dróttal körbe vegyük 5 méter magasra, most elcsúfítsuk az egészet, az meg nem látom értelmét. Hát akkor cseréljük ki a műfüves pálya körül a kerítést, mert annak legalább valami haszna van. Senki nem mondta, hogy most 5 méter kerítés kell, a polgármester azt mondta, hogy a magas kerítés. Egyszer egy ember beszél, mert Erika nem fog tudni jegyzőkönyvezni. Emlékezzünk vissza, hogy egy kerítés volt itt a Köves út mellett, volt direkt, amiatt volt, hogy a gyermekek ne szaladjak ki. Erre reagáltam csak, hogy kerítés kellene, mert az nincs jelen pillanatban most ott. Az jogos. És ezt nem is mondtam, hogy körbe kerítsük, mert nem is ez a cél, hanem az,
Az a cél különben továbbra is az állammegóvás, és én a kamerát tartom ennek a függvényében a legtökéletesebbnek. Ez van. Jó, akkor kamerára hozzunk ajánlatot jövő testületülésre, ami a játszóteret maximálisan lefedi. Jó, akkor következő kérdés. Ja, bocsánat, Muzsaini Marhás Beatrix. A kamerával történő ellátást tartom én is a legoptimálisabbnak, mert hogy abban az esetben, hogyha be tudjuk azonosítani azt, aki a játszótéren rongálást követett el, akkor mindenféleképpen szabálysértési eljárást viszont indul a fiatallal szemben, és akár gyermekvédelmi vonzata is lehet, és azt gondolom, hogy ennek visszatartó ereje kell, hogy legyen, hogyha jó ott a kamerarendszerünk, akkor be tudjuk azonosítani azt, hogy ki követett ott el rongálást. Köszönöm, csak ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Dr. Mikel László. Én a jegyzőasszonytól szeretném kérdezni, hogy a Vésztő önkormányzat közigazgatási területén belül a közterületekről készített kamerafelvételek GDPR szabályzata az aktualizálta, mert nyilván ugye itt akkor itt közhiteles adatok tárolása, nyilvántartása és a GDPR rendszernek való megfelelősége, tehát akkor ennek a szabályzatnak gondolom összhangban kell lenni. Adatok felvétele, rögzítése, tárolása, kezelése, adatvédelem kőkeményen. Tehát itt dobálózunk a kamerával, ugye bekapcsolva, nincs bekapcsolva, kitárolja, tehát nem olyan egyszerű kérdés ez a kamera, hogy veszünk két darab kamerát és felszereljük két darab ácskapossal a legközelebbi akácfára, meg húzunk hozzá drótot, mert ez nagyon kemény jogi kérdés. Tehát hogy ez a szabályzat, ez hogy áll, és erre fölkészült az önkormányzat, ha nem, akkor pedig ugye nyilván ebben lépéseket kell tenni. Én úgy tudom, hogy ezeket a kamerafelvételeket kizárólag csak a rendőrség nézheti meg, tehát más személynek nem is adhatjuk ki. Csak a hatóságnak. De a szabályzatunk egyébként megfelelő persze, tehát ez oké. Legalábbis információm szerint, de biztos vagyok benne, hogy igen. Kis Bettina. Köszönöm a szót. Igazából a közterületi kamerákat teljesen külön kell kezelni az önkormányzatnak, mint amit az intézményekben vagy épületeken belül helyezünk el, akár a savanyítóüzem, sajtüzem, bármi. Ezeket külön szolgáltatóval vagyunk szerződésben, ez a békés zóna jelenleg, és mind a be- és kivezető utaknál lévő kamerák közterületet, megfigyelő kamerák, velük állunk szerződésbe, ők látják csak, nyilván, mint szolgáltató, tőlünk egy ember, illetve a rendőrség. Úgyhogy ez egy teljesen zárt, ez még szerintem a GDPR, tehát a 15 évi törvény előtt is már szigorúan védve voltak ezek a felvételek. Köszönöm. Jó, akkor mehetünk a következő kérdésre. A második kérdés, ez is lakossági kérdés. A temető ravatlozó felüli parkolónál a lámpatest régóta nem világít. Szeretném kérni a közelgő halottak napjára való tekintettel a világítás helyreállítását. No, ez az, amire szoktam mondani, hogyha nem várnál testületi ülésig, hanem amikor ezt már papírra vetetted, és én ezt nem ma olvasnám, hanem ezt múlt héten, amikor neked jelezték, akkor mondtad volna, akkor lehet, hogy halottak napjára már ki lehetne javítani, de egy nap alatt nem fogom tudni kijavítatni senkivel, mert ugye már a holnapi nap van. Hozzám a lakossági kérdések ugye ma érkeztek, ma jutott el hozzám, úgyhogy halottak napjára nem, de az ezt követő időszakban minél előbb igyekszünk eljárni, és akkor ezt a lámpatestet megjavítatni. Nem tudom, hogy milyen lámpatestről van szó. Próbáltam telefonálni, az illetékesnek nem tudtam elérni. A másik azért hozzá kell tegyem, hogy kettő nappal ezelőtt a Kossuth-Lajos utcán, a Pardi Géza bácsi előtt a gyalogos átkelő helyen, illetve Kállai néninél, ami 8 hónap óta nem világít a lámpatest, kicserélték egyik nap, aznap természetesen egyik se égett. Tegnap néztem, a Kállai néninél ott égett, de viszont a gyalogos átkelőni továbbra sem ég a közvilágítás. Úgyhogy az a baj, hogy megnézik, csinálnak valamit vele, és akkor továbbra sem működik.
annyi a pozitívum ebbe a lámpatest cserébe, hogy amit a Kálai nénénél történt, ilyen kellene vésztőn a főutcákon, ilyen közvilágítás kellene, ilyen megvilágítású test kellene, mert tény is való, hogy átlátható minden mellette. Jó, nem tudok erre mit mondani. MVM-mel folyamatos kapcsolattartásban vagyunk. Az előző testületi, vagy az augusztusi testületülésen szó volt róla, jól emlékszem, novemberre vállalták, ugye, hogy ezeket a lámpatesteket kicserélik, megjavítják. Nyilván, amit tudnak, megjavítanak. Vélhetően lehet, hogy javítani voltak kint, és nem sikerült, úgyhogy akkor azokat cserélni fogják. Nem, ez csere volt, mert ki is cserélték itt a Kálinénél. Nem beszélve arról, akkor, hogyha jól emlékszek, vagy 19 vagy 21 lámpatestről beszéltünk, hogy ki lesz vésztőn cserébe, és lényeg az, hogy pont a gyalogos átkelőhely, ami tényleg fontos, nem régiben volt egy baleset, amelyik beleszaladt a másik autóba. Annak egész más oka volt, tehát annak jó, nem, más oka volt, csak nem a lámpatest volt, mert hál' Istennek pont, hogy az első autós látta, hogy a gyalog átkelő hely előtt áll a gyalogos, és pont azért állt meg, úgyhogy azt nem gondolom egyébként, hogy a lámpatestnek most a hiánya okozta azt a balesetet, de ettől függetlenül természetesen én sem mondom, hogy nem élvez prioritást az, hogy a lámpatestek cseréje megtörténjen, de ezt azért el kell fogadni, hogy 2024-ben, tehát egy szolgáltató nem fog még egy önkormányzatnak is egy csettintésre ugrani, hanem megvannak a tervszerű beütemezések, és akkor jön, amikor tudja vállalni. És szolgáltatót váltani pedig lehet, csak nem fogunk vele, azt gondolom, egyébként semmit elérni. Én csak egy dolgról akarok még ezzel válaszolni, azt, hogy vállalt, hogy megcsinálja 19, tegyük fel, villanyoszlopnak a közvilágítását, helyreállítja, akkor ez kutya kötelessége, hogy a 19 villanyoszlopot úgy adja át, hogy világít a lámpatest. Jó, én azt gondolom egyébként, hogy meg fogja csinálni. Nem tudom, mert ugye az előző testületi ülésre Boros Zsuzsa kolléganőm, vagy két hónappal ezelőtt, már most pontosan nem emlékszem, de én oda is adtam azokat az utca neveket és utca házszámokat, amiben benne volt, abban benne volt a határidő is. Most nem tudom újfent ezt megmondani, de igazából ez a kérdés ugye nem is erről szólt, tehát azért nem is hoztam magammal ezt az anyagot, hanem ugye a ravatalozó felüli parkolónál, igen. Azt pedig jelezni fogom az illetékesnek, és akkor meg fogja nézni, de a halottak napjára nem lesz meg sajnos. Jó. Dr. Mikel László, bocsánat. Csak ez a téma, szeretnék két apró megjegyzést tenni, vagy hozzáfűzést. Az egyik az, hogy itt a lámpatestek problematikája az olyan 3-4 havont elő szokott fordulni, és notorikusan hasonló kérdésre ugyanaz a válasz. Tehát egyrészt ütemezetten halad, csak tájékoztatásképpen szeretném mondani a nézőknek, meg a képviselő testületi tagoknak is. Például a diszkont áruházlánc beruházása kapcsán az MVM-et terhelő lámpa téma ügyintézése 18 hónapot vett igénybe. Tehát nem egy lámpacsere, nem kettő lámpacsere, hanem a kereszteződés megvilágításának, oszlopát helyezés, plusz megvilágítás elemeinek az ügyintézése, mire ez az MVM-en átmegy, egy ilyen több millió, közel 10 millió forintos lámpa beruházásnál másfél évet vett igénybe. Ez egyik apró megjegyzésem, tehát ha a polgármester vagy bármelyik képviselő testületi tag kap ilyen kérdést, az, hogy másnapra, két nap múlva ez legyen meg, itt nincs garmadával lámpa cserélő hat test. Ez egyik. A másik pedig Vésztő városában közterület világítás és a közterületekkel kapcsolatos téma, az, ha jól tudom, az első és elsőként megkeresendő ember, azt Lázár Zsoltnak hívják, a képviselő úrnak a testvére. Tehát ezt a kérdést én úgy gondolom, hogy nem helytálló, ilyenkor egy ilyen testületi ülésre behozni, akkor a két testületi ülés között is ez megbeszélhető és elintézhető. Köszönöm. Lászár Attila. Egyrészt amit hozzá kell tegyük, hogy ezek elavult lámpák, ezekről nem csak hónapokról is van szó, nem két-három napról van itt szó, évek óta vannak ilyen problémák, ugyanaz a Kóti utcától kezdve mehetünk sok bele. A másik az, tudjuk nagyon jól, hogy én elmondom,
Lázár Zsoltnak az öcsémnek, elmondom ezeket a problémákat, ő jelzi is. Sajnos olyan visszajelzés jön a illetékesektől, jönnek. És ez az a rossz, amikor pár, nem tudom, két évvel ezelőtt felraktam, amikor még Mosonmagyaróváról jöttek ide ki közvilágítás, javítás szempontjából, mindig azt mondták, hogy azért, mert túl messzi van. Utána kötöttünk egy szerződést, mert tudtuk, hogy lejárt, kötöttünk egy szerződést, és akkor azt hittük, hogy majd gyorsabb lesz a közvilágítás javítása. Ennyi szerettem volna reagálni hozzá. Kis Bettina. Köszönöm szót. Szobanforgó szerződésnek a fizikai megvalósításának határideje november 11, jelenleg október 30-on, még mindig van 12 napja nagyjából a szolgáltatónak. A héten vettünk át amúgy leszerelt lámpatesteket, a kolléganő. Azt most nem akarom intézni, hogy maga a szolgáltató mit mondott, hogy mire megyünk vele, de ugye semmihez közelebb áll, mint a valamihez. Ezt már most látjuk, hogy ami két évvel ezelőtt volt, és küzdöttünk azon, hogy legyen egy jobb rendszer, működőképesebb, gyorsabb, az már nem fog működni. Az, hogy leszereljük a lámpatesteket, nagyjából a 30-ból kettő lesz használható, akkor én azt kérem, hogy készüljön fel a képviselőtestület. Most állunk szerintem költségvetés készítése előtt egy-két hónappal, határozzanak meg egy olyan összeget, ami nem 3 millió forint, mert szerintem az nagyjából 10 lámpatestre nem elég, és mi megkezdjük a szolgáltatóval az egyeztetést. Ez nálunk soha nem az a probléma, hogy a kollégák nem végzik a dolgokat, nem jönnek, vagy nem jelentik le a problémákat, nem ellenőrzik le. Nem az van a probléma, hogy nem készítjük elő ezeket, nincs pénz. Akkor beszéljük ezt. Tehát mi annó kértünk ajánlatot, 1 milliárd felett voltunk 2 évvel ezelőtt az egész rendszer cserére. Ebből a rendszerből nem lesz jobb. Öcsémnek jeleztem 2 nappal ezelőtt, hogy nem ég a villany, kint voltak a DMA-s dolgozói, korrektek voltak, kijöttek, megint megnézték. Egyik lámpatest világít, a másik nem. Én csak ezért mondom azt, hogy nem lehet mondani rájuk, hogy nem korrekt, csak azt mondták, hogy elavult a rendszer, és ez természetes dolog, hogy ilyet örököltünk, hogy elavult, ezt másképp nem tudjuk megoldani, csak pályázat útján. Ezt nyilvánvaló, hogy ezt tisztában vagyok vele. Csak a lámpatestekkel van a probléma. Az egy kis része magával, tehát az egész rendszerrel igazából. Harmadik kérdésem. Településünkön sok sportot szerető ember él, ma is, fiatalok, idősebbek egyaránt. Régen is így volt ez. Szeretném kérni, és emlékezzünk meg Kis József tanár úr sportszeretetéről, ez irányú munkásságáról. Szeretném, ha egy emléktáblát helyeznénk el tiszteletére a sporttelepen. Kis József tanár úr 70-es évek labdarúgó szakosztályának serdülő, ifi és nagy csapat edzője volt, valamint a vésztői asztaltenisz szakosztályának is. Nagyon sok fiatal vált sportszeretővé egy életre neki köszönhetően. Az asztali teniszezők közül meg lehet említeni tanítványát, Balog Ilonát, aki a magyar válogatott csapat tagja volt. A szeptemberi testületi ülésen azt a választ kaptam, hogy az új testület fog dönteni, kérésemmel kapcsolatban szeretném a testület átgondolná a javaslatomat. Köszönöm. Jó, hát ha ez most igazából polgármesterhez érkezik, ugye lakossági kérdésként, én ugyanezt tudom elmondani, hogy én a magam részéről támogatom. Meg fogjuk nézni, hogy Kis Józsefnek mikor volt a születés ideje, elhalálozásának az időpontja, tehát valamihez nyilván kötni kell. Megkérem majd a jegyzőasszonyt, hogy készítsen egy előterjesztést. Én azt gondolom, hogy jövő évben a költségvetés készítésekor, erre akkor, hogyha a képviselőtestület fedezetet biztosít, nyilván nem egy nagy összeg, tehát szerintem biztosítható a jövő évi költségvetésben erre fedezet, akkor én nem látom akadályát. A jegyzőasszonyt kérem, hogy akkor tartsa evidenciába, és akkor majd készítünk ezzel kapcsolatban egy előterjesztést. A méltatás pedig akkor majd kérem majd az előterjesztőtől. Jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó, akkor nálam nincs
több kérdés. Jó, van esetleg valakinek közérdekű bejelentése még esetleg? Jó, akkor amennyiben nincs, akkor köszönöm a megjelenést, és akkor az ülést lezárom. Köszönöm szépen.